Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hír Hét adását látják. Nézzük a mai nap legfontosabb híreit röviden. Ökumenikus borszentelés zajlott Sátoraljaújhelyben a római katolikus templomban az újhelyi szőlősgazdák részvételével. Újabb 6 fő határon túli állampolgár tett magyar állampolgársági esküt a Sárospataki Városházán. Még egy hónapig igényelhető a január 1-én bevezetett Erzsébet utalvány. Különleges rendezvénysorozatot tartott a Sátoraljaújhelyi Lavottaház vezetője 25 éves Sátoraljaújhelyi működése alkalmából. Különleges esemény, ökumenikus borszentelés zajlott Sátoraljaújhelyben. A borszentelés szokása középkori gyökerű. Egykor egész Magyarország területén gyakorolták. Sátoraljaújhelyben néhány éve a borlovagrendek és a szőlősgazdák felújították ezt a neves és szép hagyományt. Az eseményt Szent Vince napjához kötötték. A szentelés Szent Mise keretében ökumenikus szertartással zajlik, ám az esemény bevezetéseként minden évben a borlovagrendek megkoszorúzzák az aszukészítés szülőatya Szepsi Lackó Máté emlékszobrát. A borlovagrendek képviselői zászlóik alatt vonultak be a Sátoraljaújhelyi főplébánia templom borszentelő ünnepi szentmiséjére. A borlovagok és a borosgazdák az oltár mellett Szent Vince képe alatt helyezték el boraikat, melyeket az ünnepi alkalomra különleges címkékkel láttak el. A szentmisét Bubala Róbert római katolikus plébános celebrálta. Krisztusban, kedves testvérek, kedves vendégeink! Ebben az esztendőben Szent Márk evangéliumát fogjuk felolvasni az évközi vasárnapokon, és ennek az evangéliumnak a kezdete hangzott el az imént. Mint egy mondhatnánk, in media res, hogy a dolgok közepébe vágva kezdi Jézus Krisztus tanítását, kezdi Jézus Krisztusról szóló evangéliumát. A szentmise végén a borlovagok elfoglalták helyüket az oltár körül, majd a szentelési szertartás egy könyörgéssel elkezdődött. Mennyei atyánk, kegyelmedért áldunk és dicsőítünk, ki megmutattad a lovagok vándorútját, s hogy elindulhassunk rajta, belátást és erőt adtál nekünk, s mert ígéretet tettünk, hogy az irigységen, minden e világi gonoszság gyökerén úrrá leszünk, mint lovagi rendtársnak, az Ordo Equartis Vini Európa jelmondatának eleget téve. In honorem Deiet, it honorem Vini, alkotunk és tevékenykedünk. Add, hogy lélekben megfontoltan ne szomjazzunk se bosszúra, se cselszövésre, se haragra, se hírnévre. Bodnár Sándor borlovag a borszentelés hagyományairól szólt. A város rendezvényének sorában a vincenapi bor és szőlővessző szentelés kiemelkedő hagyományos ünnepnek számít. Örömmel nyugtázzuk, hogy ebben a rohanó, megosztó világban ez a rendezvény erősíti az emberek közötti szolidaritást, a szeretetet, az egybetartozást, amit bizonyít a nagyszámú szentelésre váró bor és az önök megjelenő támogatása. A szertartás zárásaként a református egyház és a római katolikus egyház hagyományos áldásait követően, a szokásoknak megfelelően, tömjénnel megfüstölte és szentelt vízzel meghintette a borokat Gubala Róbert plébános úr. A borosgazdák a szentelt borokat és a levágott szőlővesszőket hazavitték, hogy a régi hagyományoknak megfelelően ezekkel a szentelményekkel biztosítsák az év áldott bőtermését. Sárospatakon eddig a határon túlról több mint 100-an tehették le az állampolgársági esküt az új állampolgári törvény tavalyi bevezetése óta. Az állampolgári eskü gyorsított honosítási eljárás keretében zajlik Sárospatakon. A legutóbbi alkalommal 6 fő lett hivatalosan is magyar állampolgár a sárospataki ünnepi eljárás keretében. Az elmúlt évtől van arra lehetőség, hogy valaki kérje gyorsított honosítási eljárás lefolytatását, vagyis megkapja a magyar állampolgárságot. A folyamat viszonylag gyors, körülbelül fél év alatt lehet eljutni az eskütételig. Sárospatakon már több mint 100-an tettek esküt a Városházán. Legutóbb 6-an vehettek részt a régóta várt eseményen. Esküszöm. Esküszöm.
Hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Magyarországnak fő állampolgára leszek. Magyarországnak fő állampolgára leszek. Az alaptörvény. Az alaptörvény. És a jogszabályokat tiszteletben tartom. És a jogszabályokat tiszteletben tartom. És megtartom. És megtartom. Fazekas Hajnal Marosvásárhelyről érkezett Sárospatakra. Már 9 éve él a városban, viszont csak most lett magyar állampolgár. Hát én már nagyon rég szerettem volna az állampolgárságom. A lányom itt született Magyarországon, és ezért is szerettem volna, meg hát magyarok vagyunk, és akkor szerettem volna ezt is előbbre vinni, hogy persze, hogy megkapjuk az állampolgárságot. Most, hogy megtörtént az eskü, mi másabb, mennyivel más? Teljes mértékben más lesz az életem, mert most már úgy érzem, hogy magyar állampolgár lettem, és ez nagyon sokat számít. A Csopik család Ukrajnából, Csap városából érkezett Sárospatakra az eskütételre. Mert sok ismerősünk van itt, sok barát, és akkor meg akarok ismerni a magyar kultúrát. Nagyon érdekes, és több, nagyobb biztonságot ad nekünk a magyar állampolgárság, meg több lehetőséget majd. Hogyan látjátok, mi fog változni a jövőben ennek kapcsán, hogy megtörtént az eskü? Hát több lesz a lehetőség, hogy tanulhatunk itt, kaphatunk jó munkát, hát sok minden történhet. A Sárospataki Városházán azt is megtudtuk, várhatóan az év valamennyi hónapjában köszönhetnek majd honosításra érkezőket. 2012. január 1-én vezették be a korábbi üdülési csekk helyett az Erzsébet utalványt. Ez január 16-ától igényelhető egészen február 29-ig, hívta fel a figyelmet a határidőre a Sárospataki Turinform iroda vezetője. A mai sajtótájékoztatón az igénylés és a jogosultság részleteiről tudhattunk meg részleteket. Üdülési csekk helyett idén újításként az Erzsébet utalványt vezették be. Az évelei időszak kiemelten fontos a rendszer életében, mondta a Sárospataki Turinform iroda vezetője. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2012. január 1-től az üdülési csekk helyett bevezette az Erzsébet utalványt, mely keretében pályázatot hirdettek meg. Ebben a pályázatban a pályázók köre a nyugdíjasokat, valamint a fogyatékossággal élőket, a nagycsaládosokat, valamint a szociális intézményekben dolgozókat célozza meg. A pályázat azért is fontos, mert csak egy időszakban lehet igényelni az Erzsébet utalványt a következő felhasználási területekre. Ezzel a pályázattal a szociálisan rászorulók üdülésüket, rekreációjukat tudják előtérbe helyezni, és állami tulajdonú üdülőhelyeken tudják ezt igénybe venni. Az Erzsébet utalványt helyben is lehet igényelni egészen február 29-ig. Pályázat a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány honlapján letölthető, valamint nálunk a Sárospataki Turinform irodában is hozzá lehet jutni. Ebben minden információ megtalálható, és a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány postázási címére kell ezt megküldeni. A pályázat beadása még nem jelent érvényes azonnali bírálatot. A bírálatot egy bizonyos határidő után, hogyha pozitív visszajelzés érkezik a pályázattal kapcsolatban, postai úton értesítik a pályázókat, és adóazonosító szám alapján telefonon is lehet érdeklődni náluk. Az Erzsébet utalványra jogosultak kiemelten figyeljenek a határidőre, hiszen az jogvesztő az idei évre vonatkozóan. Az előző hírhez kapcsolódóan még elmondjuk, hogy az Erzsébet utalvány névadója, a sárospataki születésű Szent Erzsébet, aki a szegények segítője volt, és emlékét civil szervezet és rendezvények sora őrzi Sárospatakon. Most pedig folytatjuk a híradót. A Magyar Kultúra Napja tiszteletére a Sátoraljaújhelyi Lavotta házban rendezvénysorozat kezdődött. Egy kéthegedűs hangverseny zajlott Dombóvári János és Szabó Sándor közreműködésével. A 25 éves Sátoraljaújhelyben dolgozó Dombóvári János a városban végzett tevékenységének és az országos kutató munkájának tükreként vállalkozott erre a rendezvénysorozatra.
A Lavotta házban a Magyar Kultúra napján különleges élményben lehetett része az érdeklődő közönségnek. Dombóvári János és Szabó Sándor hegedű estje zajlott. Dombóvári János rendkívül színes életpályájából 25 évet töltött Sátoraljaújhelyben, ezen idő alatt intenzíven foglalkozott a Lavotta kutatással. 60. születésnapjához közeledve egyfajta számvetésre készül a jubileumi rendezvénysorozattal. 40 év munkás év van mögötte, és ezen belül pedig 25 egy olyan munkahelyen, amely egy kegyelmi állapot az én szempontomból. A hegedűesten elhangzott Lavotta művek méltó társai Mozart vagy más nagyhírű és ismert komponista műveinek. 91-93 között 3 éven keresztül a Zenetudományi Intézetben kutathattam Lavotta kéziratos műveit, és rögtön ez volt az első olyan feladat, amelyet én egy egészen más szándékkal félretettem, és mostanra ért meg. A további jubileumi rendezvények között szerepel a 7. Lavotta CD bemutatója, a hagyományos anyáknapi hangverseny, a Lavotta kamarazenekar jubileumi hangversenye épp úgy, mint egy kiállítás vagy szóló hangverseny. Készülünk már most a 2014-es Lavotta nagy évfordulóra, amely születésének 250. éve lesz. Ebből az alkalomból országos zenetudományi konferencia és a zenetudomány ekkorral foglalkozó tudósai már most érdeklődnek, hogy lesz-e. Hát ha Isten éltet bennünket, akkor lesz. Mindezeken túl feltett szándék a Dombóvári Jánosnak épp úgy, mint a Lavotta Alapítványnak, a Lavotta Kamarazenekarnak, hogy továbbra is szerves része legyen a város művészeti életének az a kincs, amit a Lavotta életmű jelent. És most nézzük, mit láthatnak a továbbiakban. A Magyar Kultúra Lovagjai címet kapta a Falvak Kultúra Alapítványtól Füzér Radvány és Kovács Vágás polgármestere. Gyakorlatorientált, úgynevezett duális képzés tapasztalatairól is szó esett a Sárospataki Vai Miklós szakképzőiskola sajtótájékoztatóján. Nagyszabású rajzkiállítás látható a Sátoraljaújhelyi Kazinci Általános Iskolában. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány január 22-én Budapesten díszünnepséget rendezett a Magyar Kultúra Napja tiszteletére. A díszünnepségen, melynek a Pálházi székhelyű Huták Virágai Népdalkör volt a házigazdája, Pandák Pált, a Népdalkör vezetőjét, Füzér Radvány polgármesterét és Sándor Endrét, Kovács Vágás polgármesterét a Magyar Kultúra lovagjává avatták. Az eseménnyel kapcsolatban ma tartott Pálházán sajtótájékoztatót a város polgármestere. A Magyar Kultúra Lovagja címet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a kultúra különböző területein lovagiasan húzamosabb ideje tevékenykedők elismerésére hívta életre. A cím adományozására nyílt pályázat útján társadalmi szervezetek, önkormányzatok és intézmények adhatnak jelölést. A Kultúra Lovagja címek átadására évente a Magyar Kultúra Napja gálán kerül sor. Sándor Endrét, Kovács Vágás polgármesterét a Kovács Vágásért Alapítvány jelölte a címre, melyet a bíráló bizottság elfogadott, és így január 22-én átvette a Magyar Kultúra Lovagja címet az életminőség fejlesztéséért. 2002 óta vagyok a 660 lelkes településnek a polgármestere, többségében cigányok által a település polgármestere. Akkor az új polgármester a képviselőtestülettel az ászlajára tűzte, hogy a elmaradt kovácsvágás felzárkozzon a fejlettebb hegyközi települések sorába. Ez alatt nem csak a település fejlesztést, a beruházásokat értem, ha ezen kívül sport, kulturális életet is működtetjük a sportkört folyamatosan. Kezdeményezésemre jött létre Kovácsvágásért Alapítvány. Pandák Pál Füzér Radvány polgármestere, a Huták Virágai Népdalkör művészeti vezetője szintén megkapta a Magyar Kultúra Lovagja címet a közművelődés fejlesztéséért. A címre Turkeve város polgármestere terjesztette fel Pandák Pált.
Huták virágai népdalkör természetesen az, ami a munkámra talán rátette a bélyeget, de ezen túlmenően én 1972-től végzek olyan munkákat, ami a közért, a közösségért, úgy egyházi szinten is, mint ahogy a kis településemen, vagy éppen a hegyköztelepülésein. De határon átnyúló kapcsolatok révén, Szerbiától, Erdélyen át, Kárpátaljáig sok helyen megfordulunk. A Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett gálán Pálháza polgármestere is jelen volt. Nagyon jó érzés volt Pálházinak és Hegyközinek lenni, mert két olyan személy kapott kitüntetést, aki azt hiszem, hogy megérdemli eddigi tevékenységét, illetően itt a Pandák Pál, aki a Huták virágainak az egyik meghatározója, vezetője, és azt hiszem, hogy tett a térségbe a kultúráért annyit, annak ápolásáért, hogy egy nagyon jó eső érzés volt ott lenni és ezt megtekinteni olyan körülmények között, ahol ez megtörtént. A másik személy a Kovács Vágási polgármester úr, aki azt hiszem, hogy nagyon nehézben lévő önkormányzatot vezet, és úgy gondolom, hogy még az a fajta dolog, amiért kapta azt a kitüntetést, a hit, a vallásnak, a dolgainak az ápolása, az úgy gondolom a következő években is meghatározó lesz a térségünkbe. Mindamellett, hogy a Hegyköz két polgára lovagi címet kapott Budapesten, a Huták virágai népdalkör töltötte be a rendezvény házigazda szerepét a magyar népzene útján. A rendezvény külhoni vendégeiként az ausztráliai magyarok voltak megszólítva. A népdalkörnek őket túl a gálán résztvevő személyeken külön is köszöntenie kellett. Az oktatási törvény szerint 2012. január 1-től kötelező a gyakorlatorientált úgynevezett duális képzés bevezetése az ország szakképző intézményeiben. A Sárospataki Vaj Miklós szakképzőiskola már 2011. szeptember 1-től alkalmazza ezt a módszert. Ennek tapasztalatairól és az intézményben a napokban zajlott minisztériumi ellenőrzésről számolt be az iskola igazgatója híradónknak. Az oktatási törvény módosítása alapján 2012. január 1-től kötelező a duális képzés a szakképző intézményekben. Ennek bevezetését a napokban ellenőrizte a minisztérium a Sárospataki Vai Miklós szakképzőiskolában. Az igazgató elmondta, ők már tavaly szeptembertől alkalmazzák a duális rendszert. A szakképzési törvény módosításával összefüggésben idén szeptembertől tervezik a duális képzés bevezetését, melyet mi már 2011. szeptemberétől működtetünk iskolánkban. A festő és a kőműves szakmacsoportban egy osztály elindításával 28 tanuló vesz részt már ebben a képzési struktúrában, ami azt jelenti, hogy 3 év alatt szerezhetnek szakmunkás bizonyítványt. A duális szakképzés rendszerének lényege, hogy gyakorlatorientált az adott szakmák képzése. Itt az arány 30-70% a gyakorlat irányába mozdul el ez a képzés, tehát 70% itt a gyakorlatnak az aránya, és igyekszünk a cégeket, vállalkozásokat még jobban bevonni ebbe a képzési formába, hogy a diákok szembesülhessenek azokkal a szituációkkal, amiben majd a gyakorlati életben is találkozhatnak. A szeptembertől eltelt időszak alapján elmondható, hogy a pataki példa jól működik. Szeretnek a gyerekek a gyakorlati oktatási feladatokkal találkozni, és nagyon jó benyomásokról számolnak be a cégeknél, vállalatoknál eltöltött képzési időszakról. És ez bizonyítja az Oktatási Minisztériumnak az ellenőrzése is. Éppen a tegnapi nap folyamán volt egy ilyen hatósági ellenőrzésünk, melyben ezt a képzési formát ellenőrizték, úgymond, hogy vált ez be, mert egyedül a megyében mi indítottunk még az idei tanévben ilyen képzési formát. A duális szakképzés bevezetésének módszerét és tapasztalatait a sárospataki szakképző a többi megyei intézménnyel is megosztja ebben a hónapban. Nagyszabású, látványos rajzkiállítást rendez a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Általános Iskola. A tárlaton azon diákok alkotásai láthatók, akik részt vesznek az intézmény képzőművészeti képzésében. Több éve zajlik művészeti oktatás a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában. Az oktatási intézmény most azon diákok munkáit mutatja be kiállítással, kik a képzőművészeti csoportoknak a tagjai.
Amikor úgy döntöttük, hogy a Kazinczy Ferenc Általános Iskolába beindítjuk a művészeti oktatási képzést, akkor fontosnak tartottam, hogy ez a művészeti ág is megjelenjen. Az intézmény önértékésben nagyon fontos szerepet kap az, hogy egy iskolában a hangulat milyen, látszik-e az a fajta művészeti tevékenység a falakon, a folyosókon, a tantermekben. És ezért tartottam fontosnak, hogy minél többször jelenjünk meg. Fiatal ez a kis csoport, de ösztönöztem őket arra, hogy minél többször jelenjünk meg, és ennek az apropóvel készült ez a kis kiállítás. A gyerekek saját maguk választottak ki 3 rajzot azok közül, melyeket az első fél éves tananyag részeként készítettek. Így a gyerekek saját magukat is értékelték, de a tálattal nyomon lehet követni az évek során lezajló fejlődésüket is. Nem központi téma volt megadva, hanem mindenki szabadon választott, mert hiszen annyira gazdag a választék a tananyagban, hogy feladatsoronként igyekezett mindenki a saját feladatsorából egyet kivenni, és persze vannak hasonlóságok, mert lehet, hogy a barátnőinek vagy a barátjának is ugyanaz a rajz tetszett. Tehát, hogy nagyon széles a választék, és nem egy gondolatra van felfűzve, hanem az első fél éves tananyagból válogattuk. A rajzolás a diákok összes vizuális képességét fejleszti. A megfigyelő képességüket, az ábrázoló képességüket, a képzeletbeli fantáziájukat, a színérzékelésüket. Nagyon szépen alakul már a formaalakításuk, a térérzékelésük is rengeteget fejlődött. Ezeket a képességeket fejleszti rendszeresen. A kis képzőművészek legfőbb kiállítása az Oktatási Intézmény művészeti gáláján lesz áprilisban, a Latabár Árpád Színházban, de ezentúl fontos, hogy évközben is bemutatkozzanak. Fontos, hogy a gyerekek, akik itt járnak, a közösségben élők előtt is meg tudják mutatni, mert hisz nem mindenki fog elmenni a kultúrotthonba, nem mindenki fog elmenni a színházba, de itt a folyosón, a hétköznap életben láthatják, és láthatóan elég érdeklődnek is, hogy jaj, mit csinál a másik, mivel foglalkozik a másik. A kiállítás akár ösztönzően is hathat az iskola többi diákjára, így akár ők is bekapcsolódhatnak a képzőművészeti képzésbe. És most nézzük főbb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Ökumenikus borszentelés zajlott Sátoraljaújhelyben a római katolikus templomban az újhelyi szőlősgazdák részvételével. Újabb 6 fő határon túli állampolgár tett magyar állampolgársági esküt a Sárospataki Városházán. Még egy hónapig igényelhető a január 1-én bevezetett Erzsébet utalvány. Különleges rendezvénysorozatot tartott a Sátoraljaújhelyi Lavottaház vezetője 25 éves Sátoraljaújhelyi működése alkalmából. Kedves nézőink, az Zemplén Televízió hírműsorát, a Hírhét adását látták. Hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Számítunk figyelmükre akkor is. Viszontlátásra!